Az ifjúság az igazi érték, kezdte köszöntő beszédét Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, és hozzátette, évről évre több ráfordítást és nagyobb figyelmet kell szentelni a fiataloknak annak érdekében, hogy felnőttként itthon akarjanak majd helyt állni. Tehetségünk hozzá kell járuljunk, kibontakozási lehetőséget kell biztosítsunk, illetve be kell tudjuk mutatni azt a sok-sok értéket, amit ki elő tudtuk állítani, illetve azt a teljesítményt, amivel jó példaként tudtok lenni a kortársaitok előtt. Megyénk számára az igazi érték és az igazi erőforrás az az ifjúság, és ezért is ebben az évben erre helyezik a hangsúlyt, és nem csak ebben az évben, mert bízom benne, hogy az elkövetkező években is hasonló, vagy még hangsúlyosabban, ahogy a jogszabályok engedik, akkor szeretnék figyelmet fordítani, hogy tudjatok egy olyan felnőtt életre felkészülni, hogy azt a felnőtt életet itthon tudjátok megvalósítani. Ha el is kell menjetek valahova, akkor vonzódjatok, vágyatok haza, és segítsétek azokat a közösségeket, amelyeket elnevelkedtek. Azt láthattuk, hogy egy ilyen bizonytalan, globalizáló világban, ha nincs meg egy különös ráfigyelés, akkor nehezen lehet az útnak itthon megtartani, a megmaradást itthon eltervezni. Én gratulálok a pedagógusoknak és azoknak az oktatóknak, segítőknek, akik odafigyelnek arra, hogy az iskolákban, a közösségekben a fiatalok lehetőséget kapjanak és kimondatkozzanak. És hát én azt tudom, hogy ez egy olyan munka, ami hálás egyrésztől, mert eredmények vannak mögötte, de hálátlan, mert ebben a mai világban a bürokrácia általában a tanügyet is és a sportot, a művészetet mindent megöl, vagy részben próbál megölni, és ezek között kell megtalálni a helyesüket. Fontos, hogy a fiatalok ki tudják próbálni magukat minél több területen, hogy rájöjjenek, mihez is van adottságuk, és azokra nagyobb hangsúlyt fektetve fejlesszék magukat tovább, hisz így lehetnek garantáltan sikeres felnőttek, mondta Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke, és kiemelte azt is, az ifjúság sikere egész Székelyföld sikere, ezért is törekszenek arra, hogy a megye minél több programjába bevonják a helyi fiatalokat. Hargita megye tanácsa 2018-as esztendőt az ifjúság éve jegyében igyekszik olyan tartalmakkal megtölteni, ami lehetőséget biztosít fiatal pályakezdő vagy a művészetek iránt érdeklődő diákoknak, egyetemistáknak a megmutatkozásra. Ezért ebben az évben a megyeháza földszinti kiállítótere átalakul az ifjúság terévé, mondta el Jokom Zsolt, Hargita megye tanácsának munkatársa és a rendezvény sorozat szervező csapatának aktív tagja, majd röviden ismertette a pályázati kiírás lényegét. A beküldött pályamunkákat Ferenc Zoltán, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ művészeti vezetője, Fülöp József képzőművész, Kassai Péter megyei tanácsos és Székedi Ferenc műkritikus, valamint Jokom Zsolt fényképész értékelte. Volt a kép, amit itt látunk, az egyfajta utójátéka a Kreál programnak. A Kreál program, ez egy uniós művészeti program, amelyben Hargita megye részt vett 2013 és 2017 között. De a programnak általánosabb a kerete, és a lényeg az, hogy az alkotási tevékenység megmaradjon az elkövetkező években is. A diákok ezelőtt is végeztek műhelyi munkát, szeredai és udvarhelyi diákok, most pedig ez folytatódik. Az idei munkának a témája a jut is marad is, ami voltak éppen, ez egy szójáték, az angolból jön, hogy jut is marad is, vagyis az ifjúság, amelyik marad is. A téma azért született meg, mert a megyei tanács felmérései azt mutatják, hogy a középiskolás diákság elég nagy mértékben külföldön képzelje a jövőjét, és ez a kiállítás pont arról szólna, hogy milyen értékek segítenek elő az itt maradást. Ami a képeket illeti, van 2,5 órájuk, és utána ezt kiállításra mutatják be, nem csak itt a megyeszékhelyen, hanem elvisszük majd Gyergyósza Miklósra, elvisszük Udvarhelyre is, hogy mindenhol nézzék meg a középiskolások. Az első díjat Siklódi Fruzsina nyerte el, a második helyen Száva Katalin végzett, harmadik lett Bilibók Arnold Lóránd, és a közösségi oldalon meghirdetett verseny közönségdíját pedig Varga Beáta nyerte el.
A rendezvény sorozat teljes programja és minden hasznos információ a rendezvény Facebook oldalán érhető el.